Mentőhelikopter érkezik a dunaföldvári bioetanolgyár udvarára. Egy nézőn készítette ezt a felvételt. Az üzemben péntek reggel történt súlyos ipari baleset. A közelben lakók a mentők szirénáira lettek figyelmesek. Négy mentőhelikopter biztos, hogy ment. Itt, ugye itt fölöttünk Fehérvár fele ment. Meg hát rengeteg mentőautó, tehát egy 10 mentőautó biztos, hogy ment, meg hát autók se közlekedtek a hatoson. Sorban állnak a mentőautók a gyár udvarán. Az országos mentőszolgálat a kocsik és a helikopterek mellett egy speciális, úgynevezett tömeges baleseti egységet is a helyszíre vezényelt. Összesen 28 embert kellett megvizsgálni és ellátni. Közülük 13-an súlyosabb, 15-en könnyebb mérgezési tüneteket produkáltak, jellemzően torokkaparás, köhögés, könnyezés. A sérültek közül többeket kórházba szállítottak, őket Szekszárdon, Dunaújvárosban, Székesfehérváron és Kecskeméten figyelték meg. Úgy tudjuk, péntek délutára már csak hármuknak kellett kórházban maradnia. A baleset azért következett be, mert egy 7 köbméteres hipótartályba utántöltéskor salétromsavat öntöttek, a két anyag reakciójából pedig klórgázt keletkezett. A katasztrófa védők még órákkal a baleset után is azon dolgoztak, hogy megfékezzék a mérgező gáz képződését. A beavatkozott tűzoltó egységek egy védősugár segítségével folyamatosan kontroll alatt tartják a távozó klórgázat. A környező lakosság, továbbá a környékben lévő veszélyes egyéb üzemek nincsenek veszélyben. Hogy emberi mulasztás okozta az ipari balesetet, azt egy rendőrségi nyomozás fogja kideríteni. Az eset körülményeit a Paksi Rendőrkapitányság vizsgálati osztályán a büntetőeljárási törvény szabályai szerint folytatják. A balesettel kapcsolatban megkerestük az érintett vállalkozást is. A sajtóosztályukon azt mondták, hogy az esettel kapcsolatban később közleményt adnak ki.